Akia, kiszavartad-e magad, fiam? Jössz-e kaszabolni? Vaki. Come on. Come on. No, hey. Rocky. Don't be stupid. All right. Gyere, vágjunk. Gyere, vágjunk egy kicsi burjant, hey. Kicsit béborúcs. Ilyenkor a jó vágni. Elébb egy páva idétlenkedett itt, egy kicsi pávatyuk. Kifuttunk Rakival. Hé, tudod, ne bérdúsz. Mi a fene? Lát születelni. Kis fucking gingert levágunk. Na jó, hát akkor születeljünk, és egyből. Kicsit ez magasabb, jó lenne ide egy fucking hosszú nyelű fűrész. Ez a kurva kóré mászik itt felfelé. Ó, oh, van kettő megrepett, jó, ezt le kell vágni. Megszakosodtam-e, mit szóltok? Kutya is szaki hempergésbe. Masetti, itt még nem fentem meg. Készülök rá. Már egy fél éve. No. Ennyi hamar, mert a betakarítás. Hát itt szeretek banán termeszteni, meg hasonlókat, hason csikkókat. Nem kell velük foglalkozni, érted? Elütetted, meghúrtad jó múcsol, és aztán csak teremnek. No. Kicsit unalmas mesterség ez a kaszabolás. Na jól el lehet vele szórakozni. Úgy szoktam, egyszerre megfogok vagy 4-5-öt, meghúzom egy kicsit magam felé, és akkor egy csapással a tövire odavágok. Nem vágom a fődig, nincs minek, aztán lerohad vagy visszanő. Annál jobb, hogyha visszanő, mert akkor még levágom 3 hónap múlva. És ilyen öröktermő múlcs lesz. De lássátok, hogy alattomán a fű nem nő, mert elárnyékolja. Mondjuk lenyomta a múcs és letakarja. Elnyomja. Kell vigyázzak, mert itt a... nem ennyi szúnyog van. Rákegye meg a beleteket. Ugye bent ülnek itt az árnyékba. Amikor idejövök vagdosni, akkor kijönnek. Meg atakálnak. It's jungle out there. Ja, nem vág olyan jól ez a masetti ma. És a másik se. Küszülőgépet bevittem most a házba, ja. Neki kell álljok se. Megfennyem ügyesen mind a kettőt.
Jönnek a rohadt szúnyogok. Na mindegy, kell mozogni gyorsan, s akkor nem tudnak megharapni. Kell vigyázzak, mert itt lesz valami fám. Milyen fám is van itt? Tyukapér. Menj el innen! Rohadt szúnyog a fülemet berezgál. Az a baj, ha hagyod túl nagyra megnőni, akkor a tövik igen vastag lesz. Bár egy jó masetti ezt elvágja, csak egy kicsit most gyengén vág. Szögbe kell vágni, s akkor... Amúgy szemüveg van a szememben, védő szemüveg. Ha felpattan egy-egy szor, forgács. A vastag agbakot jobb egyes sivel vágni. Na, az a baj, hogy izzad, felmenne a kamera. Oh fuck, piss shit. Szétvágtam el a fámot. Egy kicsit szétni, ez volt a izé. Csessze meg. Nem figyeltem oda, de nem az volt, ez csak a izé futó. Ez az a futó faszújka. Meg a fát vágtam le, bazd meg. Ha vissza volt egy kicsit halva. Na mindegy. Védugom ezt, s újból nő. Az a jó az epérfalna, de még életben vanom. Másik fele. Rohadt szúnyog a májam. Raki, nehogy belé menj a sáncba. Pedig már látom előre, hogy oda settenkedett be. Mindegy, mert megfereztem akkor. Add le, amit valami a rohadt szúnyog, menje. Bozótusban itt valami van-e? Vagy csak gyomok. Na itt is egy kis szaros banán. Hol van az öreg? Nem ment belé. Most nincs meleg, akkor ment belé, mikor nagyon melegje van. De szar, hogy kell a szűnyogokat kárgassam magamról. Mindegy, el kell menjek innen. És átmenjek a túlsó felére, ahol még nem bolygattam meg őket. Ah, de csak belé ment egy kicsit. Mindegy. Meg kell fennem ezt a rossz kést. Hanem túl sokat kell csapkodni. Nem efficient. Jó, le kell nyírjam ezt a sok nagy gazmasztal. Olyan vastag lesz a szarik. Egyre nehezebb lesz levágni őket. Aztán pláni nem szabad hagyni kiszáradásig, akkor még nehezebb vágni őket.
És jó, egy kicsi szellő is van. Meleg van balra, tehát izzadok, de nem olyan mégsem, mint reggel 9-től délután 4-ig, mikor süt a nap. 6 óra felé, de most is sütne a nap, akkor rossz lenne, ha pont oldalból érne. A nyugati oldalról teli bekapna. Egy-egy fölhő van. Innen elviselhető. Dörök körbe-körbe, de ma lehet nem kapunk esőt, annak nagyon fogok sörvendeni. Menjetek el, rohadék szúnyogok. Ezt a banánt láttam két hete körül, hogy megvan, jó, ki van telve. Mondom, le kell vágjam hamarosan, de belé felállítottam, és egy kicsit itt takarásba volt. Egy-egy el is törik, ahogy hol itt tud. De jobban lehet kontrollálni, ha levágod. Le is tudnám tipórni őket vágás helyett. Csak az a baj, hogy egyebeket is letipórnék akkor, ami helyenként, amit ültettem. Itt van egy banán, azt ne vágjam le. Esnye. Mi a franc? Akkor a fűnyíróval idáig bejöttem, innen hátulról. Vágódjál, na! Rádék! Szúnyog a lábamot, nem tűzhangja, mi csipet meg. Ez a kettő érdekes, hogy... Azt hittem az ellenség a... kígyó lesz, meg a izé parduc, meg mit tudom, mit lent aligátor, de lószor szaros kis szúnyog, meg a még szarosabb tűzhangya. Ez a két hatalmas ellenség. Minket a Bideneket is le kell vágni. Hogy mondják a Bidennek? Melyik? Boglárka? Vagy hogy hívják ezt a kicsi fehéres sárga vidágot? Mit tudom én? Jó, ki kell jövök minden nap egy-két óracskát eltűtsek, legalább egy órát. Bár most ugye egyéb... Inkább a házat kéne befejezzem, de hiányzik közben kint egy kicsi mozgás. Bár bent is fogok mozogni, mert
szerelem fel a húzózkodót lassan. Most már itt az ide. És elkezdek felfőtalmazozni, és... Na, elkezdtem kicsibe. Épp hallok a banda közi. Ez a balant egy kicsit inogványos. Meg kell a tövit hordjam egy kis múcsa, vagy ezeket, amit levágtam, oda rakom. Lebomlik, és menjen vissza a fődbe. Étel lesz a banánok számára. Yeah. Értétek így? Megint nem lett esve pár napig, a víz kezdett lennebb menni. Hú, fuck man, nem rendeltem meg a izét. A szíjút traktornak. Én kicsit el tudok kínlódni ezzel, de nincs kedvem, mert egy fél óra után levet is. Utána hiába teszed vissza, feszveti le 5 perc múlva. Ezt csak egy kicsit így megtalmasztani most. Nem elég még ki. Ja, ez úgy volt, hogy elültettem ide, és visszahalcs. Új bóhaj, nyönött. Na jó, mindegy. Most ennyi elég volt. Lehet itt is folytatni. Előbb a nagyokkal kezdem, ezekkel a nagy búrjányokkal. És akkor majd megyek tovább a kicsikékhez. Na mi áll ez a törek? Jaj, de szép kövér banánok. Raki. Béka, raki! Na jó, gyere, menjünk! Hopp, rohadt szúnyog a karomon! Megakasztott, de meg is döglött. Fű hatalmas sebességgel nő. Jó! Megtanulta az öreg már, hogy kell kis bejárni. Raki, le kell öblítselek, na mert belém asztal mindenbe. Oké. Okay. Ennyi volt a kerti munka mára, se szület. Na és izzadtam, pedig nem vagyok elfáradva egyáltalán, csak kiváltod a vizet. A meleg se parra miatt. Még így is, ha nem süt a nap, ha süt a nap, aztán vége mindennek. Na jó. Meg kell mossalak, kutya.
Na úgy néz ki, nem ússzuk meg szarozon, gyerekek. Úgy el van az ég feketedve. Pedig még nincs este, 6 óra felé van. Csak 8 után sötétedik. De hatalmasan elfeketedett az ég. Egész körbe, nem tudom, hogy nem esik ott ma, esik körbe. Itt még nem, hát ha megússzuk. A felhők ára felé jönnek, úgyhogy nem fogjuk megúszni. Ja, ott jönnek. Valószínűleg el fog kapni. Mindegy, leferettem. Kutyát is megfereztettem. Úgyhogy húzzuk be a belünköt. És menjünk bányászni. Bányászgépet konfigurálni. Ilyen sötét van itt bent. Hát nappal is fel kell kapcsoljam a villany, mikor itt bent videózok, hát ha az egy kicsit segít. Mit szóltok, ki kell próbálni. Okay. No. Megkent az eső Isten ma a riáson. Be is esett ezen a felin. Amint lássátok. Seprűvel hajtom szét ide a betonra, hogy így jár. Ja, muszáj megépítsem azokat az ódoltetőköt, már ez is szól. Na, de ez van. Meg lesz az is. Minden meg lesz lassan, gyerekek. Amikor rájön az ideje, egyszer minden meg lesz. Na, levágtam a banánokat a sallangról. Dobom azt ki. És itt van 6 kéz volt ezen a banánon. És a 6 kézben összesen van 65 balánka. Nice, eh? Megint nem kell banánt vegyek egy hétig. No, öreg, béfoltad-e a vacsorát? Fuck yeah. Na jó. Béfoltam én is a vacsorát. Te csinálok már a főzős videókat. Nem fajn az új ízi, amit vettem, ez a wok zöldséget főzni benne. Kicsi vízzel, olaj nélkül persze. Ugye csinálunk hamarosan főzős videót, csak itt át kell az asztalról pakolja, kicsit rendet csinálok. Így itt az infrastruktúrát beállítsam, állványok, kitapasztaljam a kamerát, hogy hova tegyem, hogy a fény jó legyen, lámpa, stb. Úgyhogy de ahogy mondtam, mindennek eljön az ideje. Ugye, Raki? Raki, ja. Na jó, elmosogatok. És akkor mehetünk be bányagépet konfigurálni. Finomítani, állítani. Ja, el van az udvar megint ázva. Ja.
Jó bépofa, azt hiszem rizset ettem csicseribósúval, zöldséggel. Hónap itt jó kalat főzök. Hónap után pasztát. És akkor kezdem előre. Okay. Gyat ki, mit kell vegyek. Softboxot. Lampákot, ilyen burápó. Jobb. És fel kell szereljem már végre ezt a fucking lámpát az utánfutóra. Már mióta készülök. Össze kell szedjem magam hónapra. Itt is hagyom elő, hagyom valahova, ide teszem, hogy legyen útba. Négy csavarról valami tartót kell csinálni mind a két felire, az a baj, mert nem fog passzolni a régi tartóra. Na mindegy, de előbb egyik lámpát kikötöm és a szálakot bekötöm, hogy lám egyszer egyáltalán működik-e. Mielőtt szétszedném, vagy tartót csinálnék. Mielőtt leszedném a másikat, vagy tartót csinálnék. Banánokat be kell hordjam a házba, hogy nehogy féreg bejön. Mit nyolják a kutyák magikot? Most füröztöttem meg, tiszta mind a dög. Mégis nyolja magát. Most rágja is. Ne edd magad, ember. Rá kell kenjem a nyakára azt a bólhas tetű vagy kullancs elleni ízét, amit